Ma a Magyar Honvédség alapjait a 2017-ben bejelentett Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program jelenti. Ennek keretében korszerűsítik a harcászati fegyvereket és új járműveket szereznek be. Bővítik a katonaság létszámát és növelik a katonák megbecsültségét az életmények emelésével, valamint a kiszámítható életpálya megteremtésével. A program elindítását az új biztonságpolitikai kihívások tették szükségessé. Egyik az a észak-keleti irányban, Ukrajna irányában az úgynevezett kelet-ukrajnai válság, Oroszország és a NATO között kielőződő helyzet. A másik az pedig, amit megint mindenki érzett a saját bőrén is, 2015-től, az pedig a tömeges migráció és az ezáltal okozott válsághelyzet. A Magyar Honvédség alapfeladata, hogy az ország szuverenitását megvédje, válsághelyzet esetén pedig segítse a rendőrség munkáját is. Magyarország tagja a 30 tagországot számláló NATO szövetségnek, ezért ezen érdekek védelmét is szolgálja a honvédség. A koronavírus megjelenése pedig újabb kihívások elé állította a haderőt. Az elmúlt másfél évben több ezer katonánk van nap mint nap úgynevezett hazai műveleti feladatban, ami azt szolgálja, hogy ezt a Covid okozta járványügyi helyzetet tudjuk kezelni. Ez azt jelenti, hogy ott vagyunk a kórházakban, segítünk az ottani személyzetnek abban, hogy a igen nagy létszámú betegeket eligazítsuk, az ott lévő betegeket ellássák, még akkor is, ha nem közvetlenül érintkezünk a betegekkel, de az olyan járulékos falatokat legyen szó, akár a csomagoknak az eljuttatásához, az élelmezésnek a biztosításában, bármilyen fajta úgynevezett segít feladatban ott tudnak lenni a katonáink, amely szakértelmet nem feltétlenül igényel. De ha megnézzük, akkor az elmúlt hetekben, itt az oltási kampány idején a Magyar Honvédség oltóbuszai és szakemberei is kivették a részüket ebből a feladatból. Az ország minden pontján találkozhatunk ilyen oltóbuszokkal, így Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is. Ezeken a tartalékos katonák is szolgálatot teljesítettek, hogy az aktív állományt tehermentesítsék, így ez készülhessen az alaprendeltetéseiből adódó feladatokra. Ezekről részletesebben a jövő hét szerdai 35 perc című műsorunkban beszél a dandártábornok.